Szociális bérlakások Kántor Jánosiban. A szegregátumban élők számára 8 ingatlan és 2 szolgáltatóház épült, mintegy 200 millió forintból. Változik a lomtalanítás. A környezetgazdálkodási Kft. A lakosság egyéni igényeihez igazodva 2 köbméterig ingyenesen szállítja el ezentúl a lomokat. Bővül a képzési kínálat. Új és újrainduló szakokkal, valamint idegen nyelvű képzésekkel is várja leendő hallgatóit a Nyíregyházi Egyetem szeptembertől. Közel 200 millió forint pályázati forrásból szociális bérlakásokat adtak át Kántor Jánosiban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az 5 darab újépítésű és 3 felújított lakás várhatóan javítja majd a községben élők életminőségét. A Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóság vezetője a rendezvényen kiemelte, a komplex teleprogram legfőbb célja, hogy bevezessék a szegregátumban élőket a munkavilágába. Elindulhat egy hosszú, de pozitív folyamat. Többek között erről beszélt Péter Zoltán, Kántor Jánosi polgármestere szerda délután, amikor átadták a komplex teleprogram keretében megvalósuló szociális bérlakásokat és közösségi házakat. A községben hatalmas szükség van a társadalmi felzárkóztatásra, hiszen a lakosság mintegy 60%-a ér szegregátumban, ez országos viszonylatban is csúcsot jelent. Összesen 8 lakásba költözhetnek majd be a legrászorultabbak, továbbá 2 szolgáltatóközpont is épült a településen. Ezek községi szintérként is funkcionálnak, és alkalmat adnak a szegregátumban élők számára a tisztálkodásra és a mosásra. Nagyon sokat jelent Kántor Jánosinak is, Kántor Jánosi lakosságának is, és gyakorlatilag a térségnek is. Teljes mértékben állami forrásból sikerült megépítenünk ezt az 5 lakást, illetve 3 lakásnak a felújítását. Gyakorlatilag 39 főt kell kiköltöztessünk a szegregátumból. Pályázat útján lesz nyilván a kiosztása, úgyhogy az önkormányzatnak igazából majd csak a fenntartási költsége lesz, amire szükségünk is betűnk, be kell forgassunk. A többit azt állami támogatásból sikerült építsük is, és felújítsuk is. Sztojka Attila az átadó alkalmával elmondta, az országban jelenleg 80, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 20 településen zajlik a komplex telekprogram. A Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóság vezetője kiemelte, a projekt fő célja nem az, hogy a szegregátumokban élők számára jóléti körülményeket biztosítsanak, hanem hogy életkörülményük javításával és a képzések segítségével bevezessék őket a munkavilágába. Az érték az mindenképpen abban adódik, hogy az emberek hogyan válnak képessé saját élethelyzetüknek a javításában. Az esélyteremtés pedig arról szól, hogy azokat az eszközöket, azokat a lehetőségeket meg kell nyitni a számukra, amely akár önerejükből vagy adott esetben a körülményekből adódóan nem elérhetőek a részükre. És a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak ez a célja, hogy ezeket az értékeket, ezeket az eszközöket elérhetővé tegyük a számukra is, és a fő cél pedig az, hogy a munkaerőpiacon minél hamarabb megjelenjenek az emberek, és így a megélhetésük is biztosítva legyen. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, noha a Kántor Jánosiban valóban magas a hátrányos helyzetben élők aránya, az önkormányzat korábban is sokat tett azért, hogy integrálja a szegregátumban élőket. Kovács Sándor úgy fogalmazott, a község jó példával szolgálhat más települések számára is. Azt gondolom, hogy most 2020. február elején a Gyöngyöspata és a mezőtúri tanárverés pénzkifizetés mellett a roma és a többségi társadalom között valaki, mintha feszültséget akarna gereszteni, vagy feszültség készül. Ezért hangsúlyozom, hogy Kántor Jánosiban, ahol nagy a roma lakosság aránya, egy békés együttélés valósult meg, és ez a projekt is helyi társadalmi támogatással valósult meg, ami nagyon ritka, hiszen azt is elmondtam, hogy van a választókedvemben 2 település, ahol nem valósult meg, mert a helyi társadalom nem fogad ezt az ötletet jól, és itt a polgármesteret, illetve a roma kisebbségi vezetőket is ismerve, minta lehet az összes többi településnek, hogy hogyan tud békésen együtt élni a kisebbség és a többség. A magyar kormány Európai Uniós forrásból idáig hozzávetőlegesen 40 milliárd forintot fordított a komplex teleprogram kivitelezésére. A 7 éves pályázati ciklusban pedig összesen közel 1000 milliárd forint jutott a társadalmi felzárkóztatást elősegítő képzésekre és programokra. Megyeszerte jelentősen változik a lomtalanítás rendje. A korábbi gyakorlattal ellentétben már nem kell napokkal az elszállítás előtt az utcára pakolni a lomot. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A lakosság egyéni igényeihez igazodva előreegyeztetett időpontban szállítja el a háztartások kidobásra szánt lomjait 2 köbméterig térítésmentesen.
Tisztább és rendezettebb lomtalanításra volt szükség a megye településein. A korábbi időszakokban ugyanis rengeteg lom, szemét és veszélyes hulladék került az utcákra a lomtalanítási időszakban. Ezeket a kupacokat aztán a guberálók széttúrták, és így egy-egy település szinte szemétkáoszban úszott ezekben az időszakokban, mondta a televíziónknak csütörtökön a nyíregyházi közgyűlésen Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Azt a megoldást választottuk, amit egyébként a jogszabály már régóta lehetővé tesz, sőt előnyben részesít, hogy házhoz menő lomtalanítást vezetünk be. Ami azt jelenti, hogy aki megválni kíván bizonyos hulladékától, lomjaitól, előzetesen cégünknél regisztrál, a kollégák személyesen, illetve telefonon egyeztetnek vele egy időpontot, 4 időpontból lehet minden településen választani, egy adott időpontot egyeztetnek vele, és abban az időpontban az autónk az ő háza előtt megáll, neki a lomokat nem kell kihelyeznie közterületre, hanem a saját portáján, kerítésen belül tartja. Ezt követően az átadott lomot 2 köbméter mennyiségig a hulladékszállítók pakolják fel a járművekre, melyről egy átvételi elismerőt adnak a tulajdonosoknak. A rendszer működtetéséhez viszont nagyobb közreműködésre van szükség a lakosság részéről, tette hozzá az ügyvezető. Minden háztartásba eljuttattuk ez év elején a hulladékgyűjtési naptárunkat. Annak van egy szép színes oldala, és van egy fekete-fehér hátoldala, és ezen a hátoldalon részletes információkat találnak a lomtalanításról. Mikor lehetséges az, és hogyan, milyen feltételekkel, mit kell nekik ahhoz tenniük, hogy ezt így meg tudják valósítani. Eberhard Gábor arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy a közterületre kihelyezett lomot nem szállítják el, és az közterületen elhelyezett hulladéknak minősül, ami jogszabályba ütközik. Hozzátette, a társasházak esetében más a helyzet, ők a lomtalanítás napjára kirakhatják az elszállítandó lomot, ott viszont a közös képviselővel egyeztetve tudják majd megszervezni a lakóközösség lomtalanítását. Közel 10 000 kértek évhalasztást tanköteles korú gyermeküknek. A szülők az oktatási hivatalnál kérhették, hogy a 6. évüket augusztus 31-ig betöltő gyermekük esetében módosítsák a tankötelezettség kezdési időpontját. A hivatalhoz összesen 9941 kérelem érkezett. Ezekről 8 napon belül döntenek, amennyiben a kérelem és a beküldött dokumentumok alapján erre lehetőség van. Ha ennyi időn belül nem hozható döntés, a hivatal teljes eljárásban, vagyis legfeljebb 60 napon belül dönt. Az elbírálást pedagógiai szakértők végzik, akik mérlegelik a szülő kérelmében foglaltakat és a gyermekkel foglalkozó szakemberek véleményét. A hivatal az esetek mintegy 2/3-ában szakértőként rendeli ki a pedagógiai szakszolgálatot, és a szakvéleménye alapján hoz döntést. Új és újrainduló szakokkal, valamint idegen nyelvű képzésekkel is várja leendő hallgatóit a Nyíregyházi Egyetem szeptembertől. Az intézmény életében mérföldkőnek számít a 2020-2021-es tanév, ugyanis angol nyelvű képzéseket indítanak, például gépészmérnöki és biológia alapképzési szakon. A középiskolás diákok február 15-ig dönthetnek arról, hogy melyik felsőoktatási intézményben szeretnék megkezdeni tanulmányaikat szeptembertől. Gazdálkodási és menedzsment, óvodapedagógus, tanító alapszakok. Évek óta ezek a legnépszerűbb képzések a Nyíregyházi Egyetemre jelentkező diákok körében. A választék évről évre nagyobb, ha csak a tanárképzést nézzük, már 52 szakpára lehet jelentkezni nappali és levelező tagozaton. 2020. szeptemberében pedig teljesen új szakokkal is bővül a képzési portfólió. Egy általános iskolai tanári szak, a technika, életvitel és gyakorlat tanár szakra jelentkezhetnek a hallgatók, és ezen kívül sikerült akkreditáltatni, tehát sikerül majd beindítani a képzést a 3 mesterképzésen, tanári mesterképzésen, ami azt jelenti, hogy középiskolai tanári diplomát kapnak a jelentkezők. Ez a magyar, a testnevelés és a matematika, illetve ezek szakpárban választhatók már a következő fél évtől. Régi új szakok is indulnak majd szeptembertől. Korábban már indítottak anglisztika, informatikus könyvtáros és pedagógia alapszakot a Nyíregyházi Egyetemen, de szüneteltették az elmúlt időszakban, szeptembertől azonban újra elérhetőek lesznek ezek a képzések is. A következő tanév meghatározó lesz az intézmény életében, közölte Minya Károly. Mérföldkőnek tekinthetjük az egyetem életében a következő tanévet, ugyanis a nemzetközi esítés jegyében egyrészt angol nyelvű képzésekre lehet jelentkezni, mind a magyarországi hallgatóknak, mind a külföldi hallgatóknak. Mi
természetesen mindkettőjükre számítunk, de feltételezzük, hogy a külföldiek lesznek többen, bízunk benne. Ez a gépészmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a zenekultúra, valamint a biológus alapszakon lehetséges a következő tanévtől, valamint a légiközlekedési hajózó szakmérnöki szakirányú továbbképzésen is. A következő években pedig még legalább 6-8 szakon szeretnénk tovább ezt bővíteni, 6-8 szakkal szeretnénk ezt tovább bővíteni, azok majd későbbiekben indulnak. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően az egyetem Stipendium Hungaricum nyertes ösztöndíjas hallgatókat is fogadhat. 15-15 főnek a magyar, mint idegen nyelvet oktatják majd 2,5 éven át. A középiskolások számtalan intézmény közül választhatnak. Az oktatási rektor helyettes úgy véli, akik Nyíregyházára jelentkeznek, jó döntést hoznak. Ha valaki még nem járt nálunk, az feltétlenül jöjjön el, és nézze meg, hogy milyen csodálatos környezetben, és milyen nagyszerű infrastruktúrával rendelkező egyetem a Nyíregyházi Egyetem. Mondhatnám, hogy az országban nagyon kevés ilyen van. Ez természetesen csak a forma, ez kevés lenne. A tartalomban hadd mondjam el azt, hogy akik hozzánk jelentkeznek, azok nem vesznek el a képzés sűrűjében, hanem figyelünk rájuk. Ha problémájuk adódik, például valamilyen tananyag elsajátításával, mert nem tudtak órára menni, és fénymásolják a társaiknak a jegyzetét, amiből sokkal nehezebb tanulni. Tehát ha valamit nem értenek, akkor fogadóórákra mehetnek a kollégákhoz. Jelenleg 3600 körüli az aktív hallgatói, és 3400 a passzív hallgatói létszám a Nyíregyházi Egyetemen. A diákok február 15-ig dönthetnek arról, hogy melyik felsőoktatási intézményben szeretnék megkezdeni vagy folytatni tanulmányaikat 2020. szeptemberétől. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt indított büntetőeljárást a Nyíregyházi Rendőrkapitányság. A hatóság bűnügyi osztályának munkatársai egy összehangolt intézkedés során tartottak házkutatást Nyíregyháza két város részében február 3-án. A nyomozók kábító hatású anyagok árusításával összefüggésben két szemét, egy 29 éves nyíregyházi nőt és egy 35 éves nyíregyházi férfit állítottak elő a rendőrkapitányságra, akiknek elszámoltatása folyamatban van. Egyikük lakóhelyén tartott kutatás során bruttó 56,5 g növényi származékot és 52,4 g kristályos anyagot találtak, míg a 35 éves férfi otthonában 78,5 g zöld növényi származékot és egyéb kábítószer gyanúját keltő port, valamint anyagokat foglaltak le, olvasható a polisz.hu. A Nyíregyházi Rendőrkapitányságon szakértők bevonása mellett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt indítottak büntető eljárást. Egyelőre nem látszik számottevő változás az új építésű ingatlanok értékesítése terén Nyíregyházán, a kedvezményes lakásáfa megszűnése ellenére sem. Az elmúlt időszakban ugyanakkor több tényező, így például a csok is hatással volt a vásárlások számának növekedésére. Jelenleg a kereslet és a kínálat nagyjából fedi egymást a városban, nyilatkozta a televíziónak egy ingatlan forgalmazó cégvezetője. A legnagyobb változás, ami a lakáspiacot érintette a közelmúltban, hogy 2019. december 31-én, 4 év után megszűnt az új lakások értékesítését terhelő 5%-os áfa. Január 1-e óta ismét a normál 27%-os általános forgalmi adó van érvényben. Több szakértő azt jósolta tavaly év végén, hogy lassulás ugyan várható a lakáseladások terén, jelentős visszaesés viszont nem. Az általunk most megkérdezett saját építésű ingatlanok forgalmazásával is foglalkozó cégvezetője megerősítette, hogy bár akik tudták, az előző hónapokban előre hozták a vásárlást, az évendig eltelt részében sem tapasztaltak zuhanást. Amikor az emberek számítva arra, hogy a feltételek szigorodnak, és megtehették, megengedhették maguknak, hogy hamarabb lépjenek be egy ilyen beruházásba, akkor ezt meg is tették, de nem veszünk észre egyenlőre számottevő csökkenést, persze mindig számítunk erre, hogy az emberek másfajta viselkedésformát vesznek fel a szabályok változását követően, de egyelőre csökkenést még nem tapasztalunk. Vannak projektjeink, amelyek már a megvalósítás fázisba léptek, de előkészítés alatt is vannak projektjeink. Az ügyvezető hozzátette, változások ide vagy oda, az éppen olyan életciklusban járók közül mindig lesznek, akik új lakást vásárolnak.
Zsatku László arról is beszélt, hogy a különféle kormányzati támogatások, így a CSOK hatása is jelentkezett a piacon az elmúlt időszakban, növekedett az új lakások iránti érdeklődés volumene. Tapasztalataik alapján Nyíregyházán jelenleg is sokan keresik az új építésű ingatlanokat, a kínálat pedig nagyjából megegyezik a kereslettel. Ha a városban járunk, azért látjuk azokat a területeket, ahol folyamatosan megújulnak a városrészek, vagy esetleg új városrészek alakulnak ki. Többek között ennek is köszönhetően egy kicsit a városnak egy fiatalos lendülete érezhető. Más városokban is így van. Ez azt gondolom, hogy Nyíregyháza mindenképpen elég előkelő helyet foglal el ezen a területen országos viszonylatban is. Az ingatlan.com január elején jelentése nem festett túl szép képet a piacról. Eszerint az utóbbi évek leggyengébb évkezdését hozta 2020. Az eladó lakások iránti kereslet az év első napjaiban közel 30%-kal csökkent éves szinten. Néhány ingatlan hirdetéseket kezelő oldal friss statisztikái ugyanakkor már optimistább hangvételűek. Ezek alapján az év első hónapjában újra magára talált a korábban elbizonytalanodó lakáspiac, hiszen az előző hónaphoz képest közel 70%-kal nőttek a tényleges vételi szándékokra utaló mutatók. Aranyszett után 4 meccslabdáról esett ki a CEF kupából a Fátum Nyíregyháza. A 8-at döntő visszavágója Mladosz Zágráb otthonában ugyanúgy 3-2-es hazai sikerrel zárult, mint az első mérkőzés, az aranyjátszmában pedig a horvát csapat bizonyult jobbnak és jutott a legjobb 8 közé. Hazai bajnoki meccseken és a kupában elért 3-0-ás győzelmek után utazott Zágrábban Nyíregyházi együttes, ami az első játszmát 20 pontig jutva veszítette el. A második szedben közel 1 órát állt a játék áramszünet miatt, a kényszerpihenő a hazaiakat zavarta meg kevésbé, így 2-0-ás Mladosz vezetésről indult a folytatás. Hollósi László együttese a harmadik játszmát 19-re, a negyediket 23-ra nyerve kiegyenlített, de a döntő szedben a horvátok voltak jobbak, így az első meccshez hasonlóan 3-2-es hazai győzelemmel zárult a találkozó. A továbbjutásról így aranyszett döntött, amelyben a Nyíregyháza már 14-10-re is vezetett, a Mladoszt azonban fordítani tudott, és 19-17-re megnyerte a mindent eldöntő játszmát. A Fátum Nyíregyháza így búcsúzott a CEF kupától, a Magyar Kupában viszont döntőt játszik a csapat jövő csütörtökön, a Vasas Óbuda ellen lép pályára Continental Arénában Hollósi László együttese. Megszerezte első tavaszi pontját a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 19. fordulójában 1-1-es döntetlent játszott Zalaegerszegen. A tabella 10. helyén álló kisvárda szombaton a sereghajtó Kaposvárt fogadja a Várkerti stadionban. A hétvégén 6 helyszínen elrajtolnak az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által kiírt utánpótlás futszál tornák. Az U11-es, az U13-as és az U15-ös korosztályban közel 100 csapat lép majd pályára. A közelgő nagypályás szezonnal kapcsolatban az igazgatóság hétfőn liganapot tart Baktalórendházán. A 17 és 20 éves korosztályban már hetek óta tartanak a megyei futszálbajnokságok 22-22 csapat részvételével. Az MLS megyei igazgatósága a fiatalabbak számára is igyekszik játék lehetőséget biztosítani, így a 11-13 és 15 éves korosztály képviselői a hétvégén induló tornákon léphetnek pályára. Mint Vaka Árpád elmondta, közel 100 együttes nevezett a sorozatra. Évről évre növekszik a jelentkezők száma. Most mind a 3 korosztályban külön-külön több mint 30 sportegyesület nevezett, így majdnem 100 csapat fog részt venni ebben a 3 kiírásunkban. Most hétvégén indul, ahogy említettem, 6 helyszínen. Minden korosztályban igyekeztünk azért területi alapon beosztani a csapatokat, hogy a lehető legkevesebbet kelljen utazni a számukra. Február hónapban megrendezzük ezeket a területi selejtezőket, és az ott győztes, a 6 helyszínen győztes csapatok játsszák majd március elején, előreláthatóan március elején a megyei döntőket. Ugye a csarnokok adottak a megyében, ahol szoktunk rendezni futszált, így azért, ha lehet, akkor felsorolnám, tehát Csenger, Újfehértó, Gyulaháza, Levelek, Tiszavasvári, általában ezek ugye a helyszínek, Nyírbátor még, ahol lehet ilyen mérkőzéseket rendezni, és bízunk benne, hogy minden gond és probléma nélkül ez le fog zajlani. Természetesen ezen a tornán is csak olyan játékosok vehetnek részt, akik futszál érvényes versengedéllyel, valamint érvényes sportolósival rendelkeznek.
A nagypályás bajnokságokban is hamarosan útjára indul a labda, a tavaszi idénnyel kapcsolatos tudnivalókról az igazgatóság a hagyományos liganapon tájékoztatja a csapatok képviselőit. A rendezvény hétfőn 17 órakor kezdődik Baktalórendházán, a Degenfeld Művelődési Központban. Szeretném, hogyha minél több sportegyesület képviselője ott lenne, hiszen fontos információkat fogunk megosztani velük, ugyanis különböző szabályzatainkban is változások történtek, valami ne felejtsük el, hogy azért 2020-21-es szezonban ugye a megye másodosztály is teljesen át lesz reformálva, hiszen 3x14 csapat fog most már részt venni, és ehhez kapcsolódóan egyébként az utánpótlás, a bajnokságok korosztályaiban, kiírásaiban is komoly változás lesz, amit ott a liganapon szeretnénk majd elmondani a csapatvezetőknek. Előtte szombaton a csapatvezetők pályára lépnek a hagyományos szövetségkupán a Filófoszi csarnokban, ahol a megyei igazgatóság, a kormányhivatal, a játékvezetők, az edzők és a média csapatával mérik majd összetudásukat. Most pedig iradunk végén jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban. Mintegy 200 millió forintból 5 új és 3 felújított szociális bérlakást adtak át Kántor Jánosiban. A községben közel 1300 lakos él szegregátumban. A program az ő társadalmi felzárkóztatásukat segíti. Sztojka Attila, társadalmi esélyegyenlőségi főigazgató az átadón elmondta, a kormány célja a projekttel nem az, hogy jóléti körülményeket biztosítsanak a szegények számára, hanem hogy bevezessék őket a munkavilágába. Megyeszerte jelentősen változik a lomtalanítás rendje. A korábbi gyakorlattal ellentétben már nem kell napokkal az elszállítás előtt az utcára pakolni a lomot. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A lakosság egyéni igényeihez igazodva előreegyeztetett időpontban szállítja el a háztartások kidobásra szánt lomjait 2 köbméterig térítésmentesen. Mérföldkőnek tekinti az oktatási rektorhelyettes a 2020-21-es tanévet a Nyíregyházi Egyetem életében. Szeptembertől először indul ugyanis angol nyelvű képzés, például gépészmérnöki és biológia alapképzési szakon. A középiskolás diákok február 15-ig dönthetnek arról, hogy melyik felsőoktatási intézményben szeretnék megkezdeni tanulmányaikat szeptembertől. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták február 6-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalukon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Csütörtök este gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Zápor, hózápor elvétve előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 fok körül alakul. Pénteken szintén gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek váltakoznak, majd kora délutántól kiderül az ég. Zápor, hózápor néhol előfordulhat. Az északi, majd az észak-keletire forduló szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 Celsius fok között alakul. A hétvégén döntően anticiklon alakítja térségünk időjárását. Sok napsütésben lesz részünk, csak kisebb felhős vidékek lehetnek. A vasárnap hajnali ködfoltok is zsugorodnak, csapadék nem valószínű. A jövő hét elején egy meleg, majd egy hideg front érkezik, már többfelé számítani kell esőre, záporra, általában erősen felhős idő lesz a jellemző. Ismét sok helyütt viharossá fokozódik a nyugati, észak-nyugati szél, így az átmeneti melegedést követően a jövő hét közepére újból több fokkal visszaesik a hőmérséklet.